sok nógrádi kertészetnél okoz fejfájást, hogy a spanyol csigák hát szó szerint zabálják az epreket. Ellátogattunk a Salgó-Tarjáni Cédrus kertészetbe, ahol Marcinek Andrást kérdezem a problémáról. Mi lehet ennek a jelenségnek az oka, és mit tehetünk ellene? A spanyol csiga hazánkban egyre jobban érzi magát. Ez egy nagyon invazív és agresszív kerti kártevőnk lett. Sajnos a terjedését elősegíti az, hogy gyakorlatilag már nincsenek azok a hosszantartó keménytelek, amikor a tala is hosszú ideig fagyott állapotban van, mert ez lenne a fő ellensége a spanyol csigának, az áttelelését ez megakadályozná. Ellenben gyakorlatilag már a felnőtt példányok is át tudnak telelni, tehát nem csak pete, hanem különböző alakokban is áttelelő kártevőről van szó, ami gyakorlatilag a kora tavaszi időszakban már elkezdi a kártételét. A problémát súlyosbítja az, hogy nehéz észrevenni a kártevőt, mert a fiatal példányoknak nem ez a jellegzetes rozsdabarnás színük van, hanem csak ilyen sima kis világos barnás színűek, a hátukon egy ilyen jellegzetes V-alakú vagy szemalakú világos gyűrűvel. Ilyenkor nem észleljük a problémát, mert hát ezek az 1-2 centis állatkákra nem gyanakszunk, hogy ezek veszedelmes kártevőink lesznek, viszont áprilisban, májusban nagyon gyorsan fejlődésnek indulnak, és mikor már észleljük őket, hogy tömegessé kezdenek válni, akkor már gyakorlatilag nagy a baj. Sokszor, amikor nagyon durva kártételt észlelünk a kertbe, már csak vegyszeres módon védekezhet, hát ilyenkor sokan nyúlnak különböző házi praktikákhoz, sózzák az állatok bőrét. Gyakorlatilag nem annyira hatásos dolog ez, mert addig habzik a bőre, amíg valahogy ki nem megy belőle, és ahhoz, hogy akkora mennyiségű sót szórjunk ki, ami már ér is valamit, hát tönkretesszük vele a talajunkat a kertbe, ezt senkinek sem ajánlom. Ellenben vannak csigaírtó granulátumok, amiket lehet kapni a gazdaboltokban, de valamilyen szinten az egyéb házi praktikákhoz tartozik az összeszedegetésük. Na most tudnunk kell azt, hogy a spanyol csiga az nem napközben, meg különböző időpontokban jelenik meg, amikor ő tömegessé válik, és szinte ilyen offenzíva-szerűen egy vonalba elkezd sorban, frontszerűen menni, az az alkonyati órákban van. Mint hogyha megbeszélnék, tehát a kert bármely pontján olyankor mozgó állatot találhatunk, akár egy fél óra alatt is össze tudunk szedni 80-100-200 darabot is akár, és az összeszedésük, mivel hogy a szaporodási ciklusuk az nem teljesen folyamatos, tehát hogyha késő tavasz időszakban sokat tudunk úgymond megsemmisíteni, akkor a kártétel már nem olyan intenzíven érződik a nyár folyamán, sőt, aki nagyon ügyes és minden este körbejárja a kertjét, az gyakorlatilag akár mentesé is tudja tenni a nyár második felére a kertet. Ti tapasztaltatok hasonlót? Igen, sajnos az áruval is elég gyakran érkezik, mint ahogy keletkezett hazánkban ez a jelenség. Zöldséges rekeszeknek az oldalán, vagy akár virágos rekeszeknek az oldalán a mai napig megfigyeljük, hogy addig, amíg ideben nem volt, egy-két áruszállítás is már megjelenik. Hát sajnos mi is megpróbálunk, ha nagyon nagy már a kár, akkor már nekünk is vegyszerhez kell nyúlnunk sajnos, de azt az egy-két darabot ezt általában időben észleljük és megsemmisítjük. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen.